Laptopokat adtak a rászoruló gyerekeknek. A járvány miatt még óvisok és iskolások nélkül adták át április 29-én a Német Nemzetiségi Alapítvány óvodában az arra rászoruló diákoknak szánt 56 laptopot. Itt nevezték meg azokat is, akik elnyerték az alapítvány idei ösztöndíját. A fővárosi és az országos német önkormányzat képviselőjeként az intézmény vezetője Lelkes Hajnalka elmondta, hogy az alapítvány minden évben a nemzetiségi iskolák ballagási ünnepségén szokta átadni az ösztöndíjakat. A járványveszély miatt idén azonban ezen az összejövetelen hirdették ki az ösztöndíjak nyerteseit. Az egyszeri 25 ezer forintos díjat minden gyermek megkapja a számlájára. Ugyancsak itt adták át a nemzetiségi iskolák rászoruló diákjainak szánt laptopokat, melyek nagy segítséget nyújthatnak a távoktatásban. Walter Géza, az alapítvány alapítója és kurátora elmondta, hogy munkájuk része a szociális tevékenység is. A veszélyhelyzettel bevezetett távoktatásban a felszereltség egy alapvető kérdés, és ahogy ez elindult, akkor lehetett látni azt, hogy vannak hiányosságbéli problémák. Ez több csatornás lehet, akár az, hogy ugyan van otthon internet is, meg gép is, de a szülőnek otthon kell dolgozni, gyerek meg nem jut hozzá, vagy csak éjszaka jut hozzá. Lehet olyan, hogy több testvér van, nincs annyi pluszban, és hát abszolút lehet olyan, hogy egyáltalán nincsen. Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő jó kezdeményezésnek és példamutató összefogásnak nevezte az adományozást. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a 18. kerületben egy ilyen közösség van, hogy rendkívül módon szolidaritást vállalnak, ápolják a német kisebbségnek a kultúráját, segítik a jelenét, tehát nagyon sok diáknak, most halmozott hátrányos helyzetű diáknak, mert sajnos a 18. kerületben is vannak. Ilyen gyerekek most nagy segítséget kapnak, főleg ilyen vírusos helyzetben a távoktatást nagyon sokan nehezebben tudják megoldani. Lelkes Hajnalka megköszönte a laptopok átadásához nyújtott segítséget a tankerületi központ igazgatójának, Bak Ferencnek, hiszen a központon keresztül juthatnak az iskolák, és azután a gyerekek a gépekhez.